Köszöntöm a Talán a magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok. Nézzék meg, mit ajánlunk Önöknek a következő percekre. Közmeghallgatást tartott a német önkormányzat. A nagycsaládosokhoz is ellátogatott a Mikulás. Ajándékcsomagot állított össze a gondozási központ az árverés bevételéből. Szenior táncosok lepték meg az idős otthon lakóit. Bemutatunk Önöknek egy vérbeli galambászt. Közmeghallgatást tartott Tolna város német nemzetiségi önkormányzata. Fülöp Monika elnök elmondta, hogy eseménydús éven vannak túl, és remélhetőleg ez a jövőre sem lesz másképp. Tolna város német nemzetiségi önkormányzatának minden évben jogszabályi kötelezettsége, hogy egy közmeghallgatás keretein belül beszámoljon a költségvetésről, illetve az éves munkaterv megvalósulásáról, mondja Fülöp Monika elnök. A munkatervünket ez az első év most fennállásunk óta, hogy maradéktalanul meg tudtuk valósítani, nem szólt bele a Covid, aminek nagyon örülünk. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk tartani a négy nagy rendezvényünket. Ez volt tavasszal a tavaszi térzenénk, volt a Kervastúrülfest, a Keltkalács Fesztiválunk Mözsön, a nemzetiségi napunk, és ősszel még szeptember végén tartottuk meg az őszi térzenénket, ami ugye koncert. Ezeknek nagyon örülünk, hogy ezeket meg tudtuk tartani. Ezen kívül pályázatot, kulturális pályázatot írtunk ki a helyi alapítványoknak és nemzetiségi szervezeteknek, hogy a feladataikat vagy programjaikat támogathassuk. Szép számmal jöttek az idén is, ugyanúgy, ahogy tavalyi évben is. 600 ezer forint a keretösszegünk erre, és a 600 ezer forintot 9 pályázó között osztottuk szét, amit jövőre, illetve már az ősszel, illetve jövő év tavaszán tudnak megvalósítani a nyertesek. A 2022-es év azonban ezzel itt még nem ért véget. Még két programunk van, a Mözsi Népfőiskolával karöltve lesz egy filmvetítés december 8-án a Mözsi Kulturális Kultúrházban, ahol a Mi svábok jó magyarok voltunk című filmvetítése történik majd, illetve még december 28-ára tervezzük a hagyományos óévbúcsúztató programunkat. Van, akinél december 5-én este, máshol pedig december 6-án reggel érkezik. Az emberek piros ruhás nagyszakálú idősként ismerik, aki meglepetésekkel halmozza el a gyerekeket. A Mikulás idén sem hagyta ki a nagycsaládosok Tolnai Egyesületét sem. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. Zoli, cukor, csokoládé, jaj, de jó. De a virgás jó gyereknek nem való. Műsorral készültek a gyerekek a télapónak. A hétvégén ugyanis a nagycsaládosok Tolnai Egyesületéhez látogatott el a nagyszakállú. Volt, aki énekkel. Ha-ha-ha, vagy ha-ha-ha, teki, hu-hu-hu-hu-hu-ja-ho, de jó. Míg más tánccal kedveskedett a nagyszakállúnak. Természetesen a programon résztvevő gyerekek mindegyike nagyon jól viselkedett az idei évben. Piros a ruhája, a szakálla fehér, ajándékokat. Kinek szokott ajándékot hozni? Egy jó gyerekeknek. És a rosszat mit kapnak? Virgácsot. Szent Péter volt, aki a legszegényebb családban, a Mira városában megsegített egy piros zsákban pénzzel, és utána is jó tettkedett, és ő püspök volt, és december 6-án halt meg. A
rendezvényen közel 170-en vettek részt, az Egyesület minden évben nagy hangsúlyt fektet az eseményre, mondja az elnök. Minden évben nagyon várjuk ezt, hogy megérkezzen hozzánk is a fehér nagyszakálú Mikulás. A gyermekek igen nagy létszámban jöttek, és kíváncsiak arra, hogy mikor érkezik meg hozzánk. Az Egyesületünk meg mindig nagyon fontos ez a program, hisz nagy létszámot mozgat meg, és bár igaz minden programot nagy érdeklődést tekint, de kifejezetten mondhatom, hogy ez tényleg a gyermekekről szól, és a mosoly az arcukon mindent elmond, amikor megérkezik a Mikulás. Örültünk neki, hogy lehetőségünk adódott arra, hogy egy zárt körű rendezvény keretein belül létrehozhassuk ezt az ünnepséget. Az idei évünket teljes egészében a 25. éves szülinapi program sorozatunk ölelte át, és elmondhatom azt, hogy mindegyik program hatalmas sikert aratott, amit megterveztünk. Remélem, hogy ha jövőre nem is 25 évesek leszünk, hanem 26, de akkor is ugyanilyen sikerrel lesznek programjaink a jövő évben. A Mikulás ünnepségünk után úgymond ilyen közös együttlétünk már nem lesz, azonban az Egyesületünk minden évben karácsony közelettével egy szeretett csomagra készül a saját egyesületi családjainknak, úgyhogy még az lesz a záró ekkordja az évünknek. A program zárásaként a télapó minden gyereket megajándékozott egy-egy édességgel teli csomaggal. Most rövid reklám következik, majd beszámolunk arról az árverési akcióról, melyet a gondozási központ szervez minden esztendőben a rászorulók megsegítésére. Maradjanak velünk, jövünk mindjárt! Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán, az Antal Service Kft. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelő kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve gépkezelőt hajlító és présgépekhez, targonca jogosítvánnyal rendelkező anyagmozgatót, csomagolót, betanított gépkezelőt, továbbá gyártástechnikus munkatársat, gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettséggel. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balone@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7130 Tolna, belterület 970/110-es szám alatt. 1.800.000 forint gyűlt össze azon az árverésen, amit minden évben megtart a Tolnai Gondozási Központ a felajánlott tárgyakból. A Tetszebbé a karácsonyt elnevezésű akción belül idén 110 gyereknek és 60 felnőttnek tudnak összeállítani egy-egy szeretett csomagot. De egy busznyi csemetét még az operába is elvisznek, egy jutalom kirándulásra. Dugig van az elkészült karácsonyi csomagokkal ez a szoba Tolnán. A város gondozási központja és más segítő szervek közösen bonyolították le még novemberben a már harmadik éve megrendezésre kerülő árverést. Annak bevételéből sikerült 170 csomagot összeállítani a rászorulóknak. Úgy gondoltuk, hogy azokhoz az emberekhez fordulunk, hisz minden szervezet mögött ugye emberek vannak, akik velünk együtt örömet, szeretetet,
közvetítenek azzal, hogy felajánlanak adományokat. Már az első két év is nagyon sikeres volt, és nem hiszem, hogy pénzben lehet azt mérni, de azért mégiscsak mondok egy összeget. 1.800.000 forint jött össze ebben az évben, a tavalyi évben 1.300.000. Tehát nagyon félve indítottuk el az idei évben ezt a mozgalmat, és a minden várakozásunkat felülmúlta. Muszáj volt csoportokat kialakítanunk, mert olyan sokféle dolgot ajánlottak fel az emberek. Ugye, hát voltak a civilek, amik időzőjelben téve akár saját maguk által készített kis díszeket ajánlottak fel. Hát a vállalkozók ugye azok különböző olyan tárgyakat, amik most olyan az egy számítógép, mondjuk laptop, amit hát mások jól tudnak használni. Könyveket, volt egy ilyen kategória is, művészek, különböző képeket, tárgyakat. De volt például olyan szekszárdi borász is, aki egy prémium kategóriás, közel 30.000 forint érő bort ajánlott fel az aukcióra. 480-an adakoztak, körülbelül 880-an voltak, akik licitáltak, és én azt gondolom, hogy annélkül, hogy végignéztük volna a listát, átfedések vannak nyilván, hogy akik adományoztak, azok a másik oldalról, ha valami megtetszett nekük, akkor licitáltak. És így ebből a pénzből, ami így összejött, 170 főt tudunk megajándékozni. Hát ebből talán azért bontanám meg, mert így valamikor így a rászoruló gyerekek voltak elsősorban így reflektorfényben ezeknél az ajándékozásoknál. Hát most időskorúak is vannak. 110 gyermeket és közel 60 időst vagy létminimum közelében élő felnőttet ajándékoznak meg idén ezekkel a csomagokkal. Ez egy takaró, ez a gyermekeknek a csomagjából egy kiválasztva, ami nyilvánvalóan a takaró talán különböző, de amúgy a tartalom az teljesen forma. Egy szép kis karácsonyi dolog, szintén minden rend van, és hát mondtam, nehéz helyzetben vagyok, mert sok-sok aprósás, finom, édesség, csokoládé. A felnőttek ajándékaiban pedig rengeteg tartós élelmiszer, konzerv, cukor és az elvadathatatlan halászlétészta, és persze édesség is található. A csomagok egységesen 10.000 forint értékűek. Még arra is van lehetőségünk, hogy a megmaradó különbözetből, így a csomagok és a befolyó pénzösszeg, most e hétvégén, 9-én a Fővárosi Opera Ház egy ingyenes előadást, a Makrancos király kisasszony című darabját ingyen, tehát fogad gyermekeket, és ezzel 45 gyermekkel elmegyünk fel Pestre, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy élményben lesz részük. Mindenképpen azt éreztem, hogy az emberek szíve nyílott meg, ugye. Tehát mi, akik abban a helyzetben vagyunk, hogy adni tudunk, akkor ezt egy kicsit ilyen szervezett formában, nyilván célrányosabban valóban azok kapják meg, akik erre rászorultak. Itt a civil szervezetek, tehát itt Tolna járásról van szó, tehát több településről, valóban oda juttatjuk el ezeket az adományokat, ahol valóban szükség van rá, és elképesztően jó érzés volt figyelemmel kísérni az adományoknak az össze, hogy mennyi adomány összejött, és ahogy ezekre az adományokra licitáltak az emberek. Tehát ott mindenképpen az látszott, hogy talán nem is annyira annak az adománynak a megszerzése a végcél, hanem hogy adhassuk. A tolnai szenior táncsoport lepte meg a város idős otthonának lakóit Mikulás alkalmával.
4 koreográfiát mutattak be az örömtáncosok a szépkorúak bent lakóknak, de mézes kaláccsal, szaloncukorral és süteménnyel is meglepték őket. Szeretnék megköszönni azt a nyári kedvességet és sok-sok tapsot, amit az itteni táncfoglalkozásainkon nekünk adtak, és szeretnénk most nagyon jó egészséget kívánni és köszönteni a lakókat a karácsony közeledtével és a télapornap alkalmában. A tolnai szenior táncsoport egy meglepetés műsorral készült a városi idősek otthonában lakó szépkorúaknak. Az apropó a Mikulás, és az, hogy szeretnénk az itt gondozott idős embereknek egy kis örömet szerezni. Hoztunk egy kis ajándékot, és egy kis tánccal, egy kis vidámsággal jó kedvet hozni nekik. 4 táncot fogunk táncolni, és hoztunk egy kis ajándékot, mézes kalácsot, szaloncukrot, és még egy kis süteményfélét is, amivel kedveskedni fogunk az itt lakóknak. Én ebből az intézményből mentem nyugdíjba, úgyhogy én tudom, hogy ezek az emberek kikerülnek a saját kis megszokott világukból, és az milyen nagy traumát jelent, és mennyire tudnak örülni, és mennyire hálásak tudnak lenni minden kedvességért és minden figyelmességért, és ezért csináljuk. Azt az örömöt, azt, hogy egyáltalán törődnek velük. El kell, hogy mondjam, hogy mi nyáron itt kint a szabadba tartottuk a táncfoglalkozásainkat, és minden alkalommal itt voltak kint, és tapsoltak, és zúgoltak nekünk, és most úgy éreztük, hogy ezt meg kell köszönnünk ezzel a kis ünnepséggel. Halltuk a tégy festen seine Hand und bis wir uns. Pápai Szilvia, az intézmény részlegvezetője elmondta, nagyon örültek a meglepetésnek. Föltöltöttünk egy kicsit az idősekkel, mert a karácsonyra tudunk készülődni ezzel is, hogy a szenior örömtáncosok itt táncoltak nekünk egyet a karácsonyra, és a karácsonyi zenékre is. Nyáron folyamatosan itt kint próbáltak nálunk, és akkor kiültettem a lakókat, és nagyon szerették, mert a zenét azt szeretik. És ezzel föl tudunk készülni a karácsonyra is. Most egy páran jöttek ki, mert nehezen mozgók, ők szeretik ezt nézni, hogy itt mozognak, táncolnak. A mieink már annyira nem tudnak, mert sokkal inkább nehezebben mozgó lakóink vannak, akik rollátorral közlekednek, meg járókerettel. És akkor karácsonyokra szoktunk így készülődni, hogy régen jöttek mindig a katolikus iskolások, egy betlehemi műsort adtak. Nálunk volt a földpróba tulajdonképpen. Nagyon szerettük, mert az egész műsor egy megható jelenet volt. És most idén megpróbálunk megint iskolásokkal szervezni zenés, verses műsort. Hiszen azon kívül, hogy kulturális programon vesznek részt az idősek, az is fontos, hogy néha gyerekek között legyenek. Mert az unokák, van akinek messze vannak a gyerekei, tehát nem biztos, hogy karácsonykor is tud velük találkozni egyáltalán. Meg van akinek nincs családja. Őnekik ez a család, meg mi vagyunk a családjuk. Azért szoktunk így egy kicsit ráhangolódni így Mikuláskor is, hogy fölveszük a sapkát, vagy egyáltalán a lányok egy kicsit ilyen viccesebb figurákat a fejükre, hogy karácsony, Mikulás jön, nekik is jön. Ők egy kicsit másik gyerekkorban vannak most itt. Hoztunk egy kis mézes palácot, egy kis szaloncukrot, fogadják minden szeretettel. Köszönjük szépen. Remélem jövőre is jöttök. Táncolni ide az udvarba. Szeretik különben így az ünnepeket szerintem, mert tulajdonképpen akkor jobban is jön a hozzátartozó, többen jönnek hozzájuk látogatni is, meg elviszik őket ebédre. Van, aki ott is alszik a hozzátartozóknál. Akkor majd karácsonyfát közösen fogunk díszítetni, azt énekelni szoktunk közbe, ugyanúgy teszünk rá szaloncukrot, mint régen kötözték. Igaz, hogy műkarácsonyfa, de karácsonyfánk lesz. Bár nem ült ki az idős otthon mind a 42 lakója, akik kint voltak, láthatóan nagyon jól érezték magukat. Kapinya István már gyerekkora óta ámulatba ejti a madarak világa. Ezért is döntött úgy, hogy elkezd a póstagalambokkal foglalkozni. Ennek immár csak nem 60 éve. Érdeklődése azóta is lankadatlan. Amellett, hogy tenyészti és versenyezteti is az állatokat, tagja a Szekszárdi Póstagalamb Sportegyesületnek is.
Kapinya István nyugdíjas, 9 éves kora óta tolnai lakos. Már közel 60 éve foglalkozik galambokkal, jelenleg 42 szárnyasa van. Hosszú évekig volt a Szekszárdi Postagalamb Sportegyesület elnöke. Gyerekkoromban falu nevelkedtem, és hát ott a szüleimnek már, sőt nem a szüleimnek, hanem majdnem minden háznál volt galamb. És én nekem ottan nagyon megtetszettek a galambok, ottan akkoriban még csak nézegettem őket, mert még 6 és 9 év között, amikor észrevettem, hogy hát engem érdekelnek a galambok, csak nézegettem, és mikor elköltöztünk Tolnára, hát apukám hozott ide is galambokat, hogy majd tart tovább galambot itten Tolnán is, csak hát itten már valahogy megkaptam én, tehát én folytattam a galambászatot, és valamivel komolyabban, mint az édesapám, és akkor ezt egy szomszédunk is észrevette, aki postagalambtenyésztő volt, sőt versenyző volt, Hidasi Jánosnak hívták, Hidasi János bácsinak, és ő fölgarolt engemet, és javasolta, hogy cseréljük ki a galambállományt postagalambra. Napjainkig versenyzek. Nem vagyok a élversenyző, de nagyon szeretek versenyezni, hozzáteszem. Nem irigylem sose másoknak az eredményét, sőt, büszke vagyok már csak azért is, hogy legalább az egyesületünk valamire viszi. De vajon mi is az a postagalamb verseny, hogyan is zajlanak ezek az események? A szakértő azt mondja, akár 1200 kilométeres távolságot is megtesznek az állatok egy verseny alkalmával. Van az, hogy a természetes módszerrel való versenyzés és az özvegy versenyzés. A természetes versenyzés az természetes módszerrel történő versenyzés tulajdonképpen az, amit én csinálok, hogy a galambok párba vannak és fészekről vannak röptetve, versenyeztetve, tehát fiókát nevelnek. Az özvegy versenyzés pedig olyan, hogy nincsen párjuk a galamboknak, tehát külön vannak választva a galambok, a hímek, és külön vannak választva a tojók. És ott is még meg van különböztetve, hogy totál özvegység, vagy normál özvegység, ami annyit jelent, hogy a galambokat, hogy vagy csak a hímeket röptetik, vagy pedig a hímeket és a tojókat is versenyeztetik. Ha összepárosodik egy galamba párjával, az akár egy életen keresztül, az el nem veszik, vagy el nem pusztul, akkor azzal a párjával él. Sok galamb, hogy úgy mondjam, nagyon szerelmes és hűséges. De vannak a galamboknál is olyanok, hogy vagy a tojó, vagy a hím félre megy egy-egy alkalommal. Tehát itt is van olyan, hogy hűtlen lesz a galamb. Most is, hogyha kiengedem őket, egyfolytában az eget kémlelem, hogy merre repülnek, nem, hogy támadja őket valami héja, vagy milyen aktívan repülnek, nem egy betegek, mert hogyha betegek, akkor egy-egy galamb kiválik belőlük, az leszáll. És hát tehát a lényeg az, hogy állandóan az eget figyelem, és bámulom a galambjaimat. Már sokszor arra gondolok, hogy a szomszédok azt hiszik, hogy valami baj van, mert hát, hogy a kapinya kiáll az udvar közepére, azt akkor csak az eget nézi. Tehát ez valahogy úgy nálatok, vagy a galambok iránti, madarak iránti szeretet, amitől nem tud az ember egy idő után megválni. Köszönöm, hogy velünk voltak, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!